Váradnak az anyukájáé, azoknak a szomszédjukba volt egy kalantos, házas pár, idős bácsi, nem régen halt, a felesége régebben halt meg. És az magyarázta el nekem, hogy volt Nagyváradon egy olyan család, akinek öt fiú voltak testvérek. És mikor ugyan kevesen voltak, és ott voltak a székek üresen, testvérek meg úgy általában hátul foglaltak helyet, akkor mindig úgy köszte az Isten tisztelt, hogy kedves székek, kedves testvérek. Hát most attól többen vagyunk, de a szék az igencsak kevesebb, vagy több, mint amennyien itt vagyunk. Szeretném ezzel kapcsolatban elmondani, már bent is említettem, hogy nem tudom, hogy mit gondolt, vagy hogy gondoltam, és hogy is lehetett az, amikor a Jóisten Mózes által kijelentette Izraelnek, hogy szombaton pedig mi legyen? Szent gyülekezés legyen. Nem tudom, hogy meghatározta ezt az Úr, hogy hát legalább 10-12-ig ott legyünk, vagy esetleg több időt is vett ez igénybe. Hát ki a saját lelkéért felel, saját cselekedeteért, tetteért felel, de azt hiszem, hogy van ebben veszteség is. És nem a Jóistennek van a vesztesége, hanem azoknak, akik nem jönnek el Isten igényét hallgatni. Most nem engem, hanem bárki, aki ezen a helyen hát megnyitja Isten igényét. Folytatni fogjuk a délelőtti Isten tiszteletet, amit elkezdtünk Lukács evangélium a 11. fejezetének az első versében. Mikor én ezt hozzá fogtam tanulmányozni, akkor ez olyan sokra, olyan bőre sikerült, hogy muszáj volt ezt megosztani két alkalomra. A délelőtti ígére mindenki, ha nem vissza tud emlékezni, Lukács evangélium a 11. fejezete, hogy amikor az Úr Jézus Krisztus imádkozott, akkor a tanítványok közül egy oda ment Jézushoz olyan kérdéssel, hogy taníts minket imádkozni, miként keresztelő János is tanította az ő tanítványait. És ez az a fő gondolat, amit én tovább vittem, és most is azt arról akarok szólni, hogy taníts minket imádkozni. Ám de Jézus itt ennél az első versnél nem maradt meg, hanem tényleg hozzá fogott mondani, amit úgy nevezünk, hogy mi atyánk, vagy mondják mintaimának, vagy mondják úri imának is, többféle elnevezése van ennek az imádkozásnak. A Bibliákban ez az imádság két alkalommal hangzik el. Itt Lukásnál hangzik el először, azután a hegyi beszédben, a Máté Evangélium 6. fejezetében hangzik még egyszer el ugyanez az imádság, amit Jézus Krisztus elmondott. Ami szembeörlik, hogy vannak szókülönbségek a két imádkozás között. És úgy gondoltam, hogy olvassuk el mind a kettőt. Először a Lukácsi imádságot olvassuk el a 11. fejezetből. 11. fejezetből az imádságot, és figyeljétek meg, hogy milyen szókülönbség vannak, majd aztán elolvassuk a Máté Evangéliumában a 6. fejezetéből is a mintaimát. Így mondja itt, mondta pedig nékik, mikor imádkoztok, ezt mondjátok, mi atyánk ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképp van a mennyben, azonképp van a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk naponként, és bocsásd meg nékünk a mi bűneinket, mert mi is megbocsájtunk
mindeneknek, akik nékünk adósak. És ne vigy minket kísértetben, de szabadíts meg minket a gonosztól. Nem fűzött hozzá semmi kommentár. A hatodik fejezet Máté evangéliumában, ugye 5-től 7-ig a hegyi beszéd van leírva. Hatodik fejezet. Ti azért így imádkoztatok, mi atyán ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is nem bocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Itt mondja az Amen. Azt hiszem észrevettétek, hogy van különbség a két imádság között. De azért azt meg kell, hogy jegyezzük, hogy a két imádság elhangzása, a Lukács evangéliumában elmondott imádság csak kimondottan a tanítványok jelenlétében hangzott el. Ellen White ezt írja, és nyomon lehet követni, vagy lehet ellenőrizni. Akkor csak aki 12 tanítvány volt, mikor a Lukács evangélium a 11. fejezetében mondta el. A Máté evangélium a 6. fejezetében, pedig a hegyi beszédben sokak előtt mondta el ezt az imádságot. Sok hallgatója volt, mikor ezt az imádságot elmondta az Úr Jézus Krisztus. Igen. De még más is van, ami előtte meg utána van ennek a két imádságnak. Mert fűzött az üdvözítő mind a két gondolathoz valamilyen magyarázatot. Az egyik a Máté evangéliumánál, hát mivel itt vagyunk kikeresve mostan, olvassuk el, amit a sokaságnak mondott, mielőtt az imádságot elkezdte. A 6. rész, 5. versétől így olvasok. És mikor imádkoztok, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetben és az utcák szervetén fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek, bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. És mikor imádkozol, ne legyetek sok imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogánok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti mennyei, a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek. És ti azért így imádkozzatok. A többit már felolvastam az előbb. Érdekes, hogy itt miről emlékezik meg az Úr Jézus Krisztus, vagy mit kíván elmondani, mit kíván hozzáfűzni, mielőtt elkezdte volna az, amit a tanítványoknak is elmondott. Én azt nem tudom megmondani, hogy még hangzott el időben előbb, vagy utóbb. De az biztos, hogy más-más jelentősége van. De nézzük meg, hogy mit mondott Lukács evangéliumában a 12-nek az imádsággal kapcsolatban. 11. részben igen.
Az ötödik versre olvassuk folyamatosan. És mondanék ki, ki az közületek, akinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és azt mondja néki, barátom, adj nékem kölcsön három kenyeret. Mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak néki. Azt pedig onnét belülről belevén ezt mondanám. Ezt mondanám. Ne bánts engem, immár az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim vele vannak az ágyban, nem kelhetek fel, és nem adhatok néktek. Néked. Mondom néktek, ha azért nem fog is felkelés adni néki, mert az barátja, de annak dolakodása miatt felkér és áld neki mennyei, amennyi kell. És én is mondom néktek, kérjetek, és megadatik néktek, keresetek, és találok, zörgesetek, és megnyitatik néktek. Mert aki kér, mint kap, és aki keres, talál, és az zörgetőnek megnyitatik. Majd így folytatja. Melyik atya az, atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ áll néki. Vagy ha halad, vagy a hal helyett kígyót áll néki. Avagy ha tojás kér, vajon skorpiót áll néki. Azért, ha ti gonosz léptetekben tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékot, akokat adni, mennyire inkább áld, akik mennyei adjátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Érdekes különbség van a két helyen elmondott, a különböző helyen elmondott minta ima rávezetésére, amit az Úr Jézus Krisztus hozzá fűzött ahhoz, amit elmondott, hogy hogy imádkozzatok. Mert így kezdte mindig, ti azért imádkozzatok. És elmondta, hogy a zsidók hogy imádkoznak. És érdekes módon az imádkozásból beleszőtte azt a gondot, hogy ne legyetek olyanok, mint a képmutatók. Én úgy állapítottam, mert tanulmányozásaim, bibliai tanulmányozásaim közben idők folyamán, hogy az üdvözítő előtt, az Úr Jézus előtt a legkiábrándító, vagy milyen szót használjak. Nem úgy akarom mondani, hogy a legnagyobb bűn, mert mi hajlamosak vagyunk arra, hogy ez kis bűn, ez nagy bűn, de az üdvözült előtt a képmutatás az nagyon-nagyon nem tetsző dolog volt. A képmutatás ezért mondja el Máté Evangéliumának 23. fejezetében, ismeritek a 23. fejezetet, amikor a képmutatásról beszél, kimondottan a zsidóknak az Úr Jézus Krisztus. És minden képmutatás előtt milyen szót használ? Két rövid szót. Azt mondja, jaj néktek. Jaj néktek, képmutató írásírók és farizeusok. És akkor sorolja, hogy mi minden miatt jaj néktek. De mindenütt oda teszi ezt a gondolatot, hogy jaj néktek. Istenem, hogy utálatos dolog a képmutatás. A hívő életet is lehet képmutatásból, ezt most kérdőjellel teszem fel, nem mint tény. A hívő életet lehet képmutatásból folytatni. Lehet. Isten majd megállapítja. Én ítéletet nem mondok. Még meg se ítélem. Mert tudjátok, ebben lehet tévedni. És a tévedését és a valakire ezt rá mondani, hogy ráfogni bizony, akkor akire én azt gondoltam, az ott a hibás én leszek, ott a bűnös én leszek. Hogy
vállalom az ilyet, hogy én megítélem, hogy ez képmutató, hívő, ez ilyen, ez olyan. Ez a jó Isten dolga. Szokjunk le erről a magatartásukról, mert mi magunk előtt ellen védkezünk. És azt hiszem, hogy szándékosan senki nem akar maga ellen védkezni. Úgy is vele esünk sokszor a kísértésekben, és hibákat és bűnöket követhetünk el. Itt azonban megjegyzi, hogy az imádkozásban ne legyenek olyanok, mint az írások és farizeusok, és elmondja, hogy hogy imádkoznak. És az is feltűnt nekem, nem tudom, mi lehet az a hosszúság, amelyen imádkoztak a farizeusok, hosszan imádkoztak. Mégis sokszor, most nekik is mondták már, nem esett rosszul, jó érezte. Azt mondja, mikor én hozzá fogok itt imádkozni, akkor elkezdem áldálnom, és befejezem Jézus eljövetelénél. Igaz eredmányt azt írja a közös imádságunk, azt írja az Evangélii Lábszállás című könyvben, eredmányt, hogy 2-3 perc legyen a közös imádság. Meg olyat is hallottam már prédikációban, hogy azért imádkoznak sokan az imaháló hosszan, mert otthon nem szoktak hosszan imádkozni. Van a közös, van nyilvános imádkozási hely, és van magánimádkozás. És itt arról van beszélben, azt mondja, hogy azt hiszik, hogy a sok imád, azt hiszik, hogy a hosszú imádság az, amit meghallgat a Jóisten. Tudtok rövid imádságot, amit meghallgatott a Jóisten? Példázatban mondta ezt a tanítást az Úr Jézus Krisztus, amikor két ember ment fel a templomba, mit csinálni? Imádkozni. Az egyik elmondta, hogy ő milyen jó, hogy ő mi mindent tesz, a másik mennyit mondott? Uram, légy irgalmas nékem bűnösnek. Azt mondja az Úr Jézus, ez példázat volt, ez nem megtörtént esemény, de sok mondanira valója volt azok számára, akik hát esetleg a mintaimával elmondott, imával kapcsolatos dolgát az Úr Jézus elmondta. Azt mondja itt, ott, hogy ez inkább megigazulva ment alá, hogy nem amaz. Miért ment ez megigazulva? Miért ment a vámszer, akkor mondjuk ki? Megigazulva inkább haza az otthonában, mint az írásod, vagy a farizeus. Nem tudom, most minek nevezzem az előzőt. Mert ő bűnbánattal imádkozott. És érdekes dolog, hogy tanítást nyújtott abban is, hogy ne tudjunk, de mondd is ilyet, ne tudj a te jó kezed, mit cselekszik a te bal kezed. Ne tudjuk azt, mint ha valamit adtunk, ha valamit odaadtunk, akkor azt odaadtuk az Úrnak. Arról feledkezzük el, hogy mi adtunk. Odaadtuk. Az már kikerült a mi tulajdonunkból, és az az a jó Isten tulajdona lett. Ne tudjunk tovább erről. Amit a farizeus az ő imádságában az Úr Jézus példázat tanítása szerint elmondott. A másik gondolat, amely a Lukács Evangélium a 11. fejezetében mond el az Úr Jézus Krisztus az Úr imádság után, arról beszél, hogy legyünk kitartók az imádkozásban. Mi a baj velünk? Miért tartotta az üdvözítő fontosnak azt, hogy erről beszéljen? Mi a baj velünk? Elmondja ezt a példázatot, hogy valaki az útról jön, hallottátok, hogy bogyolvastam, de nem volt mit adni, és 3 kenyeret kér. De olyantól kéri, aki különben barát, de már alusznak. Már a gyermekeim is le vannak feküdve, alusznak mindannyian, hát nem kelhetek fel, hogy adjak. Csak hogy a kérő, a leírás szerint, mit csinált a barátjával, aki tölt 3 kenyeret kért? Úgy írja a Szentes annak tolakodása miatt. Mit ábrázolt ezzel az Úr Jézus Krisztus?
bizony sokszor nem elég egyszer kérni valamit. És akkor elmond történeteket, miről beszél, kenyérről, hogy azt kért, aztán halról beszél, hogy azt kért, ha ti a fiaitoknak, a szülők, atyák a kenyérhelyet nem követ, a halhelyet nem, mit? Skorpió? Nem, kígyót. A tojás helyett nem skorpiót adtok. Érdekes dolog, hogy itt az Úr Jézus Krisztus elföldi szükséglettel kapcsolatos dolgokat említ a tanításba, meg mond itt a tanítványoknak. És a végén hova lyukad ki, hogy az Úr Jézus mit szeretne, hogy a Jóisten mit szeretne nekünk adni az imádkozásunk végén. Mennyivel inkább ad nektek szent lelket? Az ember azt hinné, még oda nem ér az olvasásban, hogy hát ő is valamilyen elföldi szükséglettel kapcsolatos dolgot fog mondani. És nem azt mond, hanem mit mond. Mennyivel inkább ad az Úr szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Délőtt már foglalkoztunk vele, elmondtuk, hogy minden dologban, mint ebben a dologban is, van fontossági sorrend. Mi a fontosabb nekünk? És ő mindezen dolgok, kenyér, hal, tojás, tehát az élet szükségletei előtt mi kell, hogy legyen? Azokat is ő adja. Nincs róla semmi szó, hogy nem ő adja. Ő elégít ki bennünket, és megadja. Mind neki tulajdoníthatjuk, amit az atyák a fiaknak tudnak adni. Atyák is azt adják, amit onnan bennük kapnak. Természetes dolog. Tőle származik. De valami fontossági sorrendet. Mert testvéreim, a Szentlélek minden dologba segít. Én úgy érzem, és úgy gondolom, és ki is mondom, hogyha az ember az Isten szent lelkével rendelkezik, még gazdálkodni is jól tud. Még a gondolatokat is jól tudja irányítani. Megtanul dolgokat, a mindennapi kenyérben is Isten vezetését tapasztalja mindenért. Ő ad hálát. Olyat kér, amit megvalósítható, stb. És hűséges abban, amit az Úrtól nyert. Gondolok itt arra, amit most is a búcsai üleket kér, amit élőt felolvassuk. Igen. Tehát van fontossági sorben. Nos, testvéreim, néhány gondolatot gondoltam, mert ezt én már régen kigondoltam, hogy a mintaimon feldolgozom. Mondatról mondatra, hogy mit is tartalmaz az Úr imádság. Hát van itt testvérni, aki már ezt hallotta tőlem, mert abban a gyülekezetben ezt már évek tartottam. De fogom folytatni ott a többi részét, amit itt most mondok el. Az első gondolat, ami így kezdődik, hogy mi atyánk. Miért, és hogyan, és mi módon atyánk? Hogy lett ő a mi atyánk? Hogy lett, mert így kezdi Jézus Krisztus a tanítványai előtt, a Lukács evangélium 11. fejezetében, hogy mi atyánk. Hogy lett ő a mi atyánk? Ezzel kapcsolatban keresünk ki János apostoli levelének az első levelét. Az első levelének, olvassuk el a 3. fejezetének az első versét. János apostol első levele, 3. fejezet, első verse. Lássátok, mi nagy szeretetet adott nékünk az, hogy Isten fiainak neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt.
hogy lettünk tehát Isten gyermekei? Ez is kérdéses, de ez is megvan a 9. versben, ugyanitt. Senki sem cselekszik a cselekszik bűnt, aki az Istentől született, mert benne marad annak maga, és nem cselekedhet bűnt, mivel Istentől született. Kik Isten gyermekei? Ha már gyermek, akkor születésről kell beszélni. Én is megszülettem, ti is megszülettetek egyenként, meg akik már elhaltak, meg azok, akik ezután születnek. De Istentől születni is lehet. És ha Istentől születünk, akkor az ő gyermekei vagyunk. És nem szégyel bennünket az ő gyermekeinek hívni. Azt mondja, ezt szeretem ezt a szület, senki sem cselekszik bűnt, aki Istentől született, mert benne marad annak magva. Igen. És nem cselekszik bűnt, mivel, hogy Istentől született. Ennél fogva vagyunk mi az ő gyermekei. Róma 8.17-ben is ezzel kapcsolatos a mondani való, Róma 8 rész. Igen. Azt hiszem tévedtem. A zsidókhoz itt. De nem, jó van, Róma 8.17. 8.17. Azt mondja 17. Ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örökös társai Krisztusnak. Ahogyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt dicsőjük meg. Mit mond itt Pál apostol a római gyülekezetnek? Azt mondja, ha pedig gyermekek, Isten gyermekei, akkor örökösök is. Örökösei Istennek, örökös társai Krisztusnak. Akarunk örökösök lenni? Lesz örökség? Nemrégen, ha jól olvasom, most olvasgattam most a Nagy Küzdelem című könyvet, és ott olvasom, hogy mi lesz, mikor Jézus megjelenik az égnek felhőiben, egy kicsi részt olvastam délelőtt is belőle, hogy az a renget, a teremtéstől számítva, akik fel fognak támadni, az igazak feltámadásokra, az első feltámadásnál, milyen sokan fognak lenni, mind örökösök. És tudjátok, mit örökölünk? Ezt a földet mi örököljük. És még nagy örökség lesz számunkra, szerintetek mi lesz a legjobb örökség? Ímé az Isten sátora az emberekkel lesz. Jézus Krisztus itt fog élni. Mit gondoltok, miért itt lesz Isten sátora? Miért lakik itt Jézus Krisztus a mi bolygónkon? Mert van rajtunk kívül még a Lukács evangélium a 15. fejezete szerint az elveszett példázat a szokott mindig az én beszédemben előfordulni, hogy a jó pásztor ott hagyta a 99-et, eljött az egyén. Ki az elveszett bárány, a mi bolygónk? Eljött értünk, és mivel itt él mi közöttünk 33 évet, kint szenvedés között, többek közt ilyet olvastam most, a héten, hogy Jézus Krisztusnak még az is szenvedés okozott, hogy bármikor kivehette volna az ő gyötrők kezéből az ő életét, és nem tehette. És tudjátok, hogy miért nem tehette? Mert abban a pillanatban a megváltás elfogadható el. Nem lett volna megváltás. Istennek úgy kellett szenvedni, mint te, meg én, a kínzást, a gyötrést, az ütést, a verést, mindent. Így tökéletes. Tudjátok, hogy ki szólt volna legelőször, ha ez másképp nem, ha ez másképp történik? Semmel. Abban a pillanatban. Hát így könnyű Krisztusnak. És csak súgom.
most nincs itt ellenzék. Volt adventista, aki azt mondta, hát Jézusnak sokkal könnyebb volt a kísértéseket legyőzni, mint nekünk. Hát ha ez így lett volna, akkor már a megváltás nem történt.